Reményekkel teli évnek indult 2022 Vásárosnaményban, ennek tükrében állították össze a költségvetést is. A gazdasági fejlődést azonban számos dolog beárnyékolta 2022-ben. Például a Tiszán folyamatosan érkező több tonnányi szemétáradat. A tisztítás érdekében már az év első napjaiban be kellett vetni a Felső Tisza vidéki vízügyi igazgatóság gépláncát és a speciális markolót. Nem sokkal később az orosz-ukrán háború nehezítette meg a naményiak életét. 5 határátkelő van közel Vásárosnaményhoz, ahonnan folyamatosan érkeztek a menekültek. De akadtak örömteli események is az év elején. A beregi keresztszemes hímzést 83. tételként Hungarikummá nyilvánították. Az erről szóló sajtótájékoztatónak pedig Vásárosnemény adott otthont, hiszen az itteni múzeum több mint 1000 beregi keresztszemes textíliát őriz. Átadták a járási hivatal 80 millió forintból felújított foglalkoztatási osztályát is. A belső felújítások mellett nyílászáró csere történt, és átalakították a tetőszerkezetet. De más beruházások is befejeződtek. A járdaépítésünk befejeződött, 5 frekventált úton sikerült járdafejlesztés, a járda felújítással kedveskedünk a lakosság felé. Persze tudom azt, hogy mindig ott elégedetlenkednek, ahová éppen még nem értünk el, de igyekszünk mindenhová odaérni. Annak tükrében, hogy korábban út és kerékpárút fejlesztésünk volt, most elérkeztünk a járda fejlesztéshez is, valamint sikerült a piacfejlesztés, a piaccsarnokunk bővítését is megvalósítanunk. Végre a piacon dolgozók méltóbb körülmények között tudják a mindennapjaik során a portikáikat a városlakók és a piaclátogatók elé tárni. Hiszen a piac egy fontos közösségi tér a településen. Az összetartozás és az identitás erősítésére szolgált a Csillagjáró című talkshow felvétele, valamint a Falusi Turizmus egyik középdöntője. Mindkét kölcsei televíziós produkciónak Vásárosnamény biztosított helyszínt. A közösségek építésén túl fontos az is, hogy fenntarthatóan lehessen működtetni az önkormányzat intézményeit. Jelenleg a közvilágítás költsége jelenti a legnagyobb problémát Vásárosnamény életében, ezért december közepétől este 11 órától hajnal 4-ig nincs közvilágítás, ezzel közel 35%-ot tud spórolni az önkormányzat. A kihívásokat azonban közös erővel meg lehet oldani, ezért a fejlesztések 2023-ban sem állnak meg. Az élhető települések projektünket mi már el is tudtuk kezdeni, hiszen időben beadtuk, időben támogatásra került. Ez 1 milliárd 250 millió forintos projekt, 4 elemből áll. Ennek kapcsán a kerékpár útjainkat hálózatba tudjuk foglalni. Rekordtán futópályát, sportpályát tudunk létrehozni, gördeszkás gyakorlópályát a gyermekeinknek. Tudunk parkosítani, lombosítani, zöldíteni. Tehát egy olyan komplex zöld-kék infrastruktúra valósulhat meg a városban, ami mindenkinek örömére szól. És hogy ne egyről szóljak, nagyon fontos számunkra az oktatás, nagyon fontosak az oktatási intézmények. Ennek tükrében a Gergely-Ugornyai iskolánk, a Petőfi tagintézménynek a energetikai korszerűsítése is megvalósul, persze a turisztikával sem leszünk adósak. Szükség is van ezekre a beruházásokra, hogy Vásárosnamény méltó legyen az októberben elnyert kisvárosi első díjra, amelyet 9 gyémántdíjjal érdemelt ki a település a 8. alkalommal meghirdetett Város Marketing díj versenyen.